Hosszú évekkel ezelőtt volt egy olyan helyzet, hogy a hangszerész szakmát át kellett alakítani a képzését, és volt ez a rendszerű oktatás. És akkor jöttek szakemberek, és a tőlünk mesterektől ilyen nagyon egyszerű kérdéseket tettek föl, és definiálnunk kellett a szakmát, és mindig három szavas válaszokat kellett adni. És föltették a kérdést, hogy ki a készítő. És akkor mondtuk, hogy aki hegedűt készít, nem? Három szó kell. Mester hegedűt készít. Jó, az jó lesz. De mondtuk, hogy ez nem jó, mert ez nem igaz. A hegedű készítő, az egy nagyon tág fogalom, vagy a hangszerkészítő egy nagyon tág fogalom. Tehát most itt vagyunk Bárdi Szabolcs műhelyében, és ez enyén szólva nem igaz, hogy Bárdi Szabolcs hegedű készítő hegedüket készít, hanem nagyon-nagyon sok mindent készít mindazt, ami, ami, a vonós hangszerek családjába tartozik, és mindazt, ami a historikus hangszerek családjába tartozik, egy nagyon sokrétű személyiség. De egyáltalán honnan jött ez neked, hogy te egyáltalán hangszerkészítéssel szeretnél foglalkozni? Három szóban nem fog tudni erre válaszolni, remélem ez nem okoz problémát. Hát hol is kezdjük? Indulhatnánk ugye a rómaiaknál, ős robbanás, de talán egy kicsit személyesebbre véve a, a, a történetet. Talán az első motivációk azok a gyerekkor, mint sok mindenkinél, az előfordulhat. Ugye egy édesanyám képzőművész volt, ő elég sokat foglalkozott velem annól. Ez volt egy ilyen, hogy valami ilyen művészetszerű dolgot kell csinálnom. Ez biztos, hogy volt egy ilyen motiváció. Aztán hogy egy zenei általánosba jártam, egy nagyon-nagyon jó általános iskolám volt, ahol nagyon jó alapokat és nagyon jó szemléletet kaptam értékorientáltság szempontjából, és ez valahogy egy folyamatos ilyen, ilyen késztetés volt bennem. Ugye zenéltem is, hát ugye a zenei a adódóan, és valahogy a képzőművészet zene így, így ebbe a hangszerkészítésbe talán így, így ötvöződik, így lehet mondani. Sok utat megjártam, míg kikötöttem itt, de valami ilyesmi lehet a. Na de mégis, konkrétan hogy találtál rá valakire, aki hang, szintén hangszerkészítő, hogy most akkor tőle tanulják? Én egy nagy családból jövök, hatan vagyunk testvérek, és az egyik nővéremű hegedű művész, Bárdi Emőke, és őt annó még tizen éveim elején elkísértem a Lakatos Feri bácsihoz. Hannó, ugye a Lakatos Feri bácsi az akadémia műhely vezetője volt a 80-as években, 70 es 80-as években, és Feri bácsival elkezdtem beszélgetni, és föltette a kérdést, hogy esetleg nem érdekelne ez a, ez a tevékenység, és valahogy kapásból azt mondtam, hogy de. Uh -huh. És akkor eltöltöttem nála egy, nála egy nyarat, azt mondta, hogy van hozzá érzékem, nekem elvarázsolt ez az egész millió, ez az egész hangulat maga, Feribácsi személyisége is egy olyan ö, megnyerő ö, ö, ember volt, aki, aki nagyon motiváló tudott lenni és akkor úgy volt, hogy azt szerette volna, hogy hagyjam ott a középiskolát, és csak nála tanuljak. Hát persze ez ugye érettség is, stb. ez csak szükséges, ez családilag nem lett jóvá hagyva. De aztán, amikor megtörtént érettségi, utána mentem vissza Feribácsihoz, de olyan egészségi állapotban volt, hogy ne azt mondta, hogy ő nem mer elvállalni engem. Hála Istennek, aztán még sokat élt ő utána, de végül is akkor így ez abban maradt ez a, ez a dolog. Utána ugye kerestem a helyem, hogy mint miként, és végül is kikötöttem ugye a jól bevált hangszerészképző iskolánál, ahogy ez sok, sokunknál előfordul. Amiről nem is hallottam én addig amúgy, mm. hanem egy teljesen véletlen révén kapcsolódtam be ebbe az egészbe. Akkor találtam műhelyt, ahova fölvettek, és akkor elkezdtem a hangszerészképző iskolát, amit el is végeztem. Hát valami ilyesmi az indítás. És mióta dolgozol ön önállóan? Aránylag hamar mondhatjuk, hogy önállósodtam. Ez bizonyos szempontból egyfajta kényszer is volt, hogy akkoriban még nem nagyon volt úgy lehetőség más műhelyekbe dolgozni, bedolgozni, segédként létezni, mert nem volt egy olyan erőteljes megtartó ereje a szakmának, hogy mindannyian megfelelő, vastagságú szeletkenyérhez jussunk. Uh -huh. Nálosodtam 2000-2001, valahogy így körülbelül, pontosan nem tudom megmondani, nem emlékszem. És akkor hát ugye volt egy lehetőség, ahol tudok dolgozni, ahol most is vagyunk. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy volt ez az épület, ahol tudtam dolgozni. És ugye elkezdtem készíteni a hangszereket. Az addig megszerzett kis tapasztalatom, tudásom révén, valamint nagyon nagy segítséget kaptam a Kremonából hazatért, mert hát majd, hogy nem mondhatom, kortárs kollégáktól. Itt talán név szerint is megelemítenék egy párat, mert igenis méltók erre, hogy minél több helyen hangozzon le a nevük. Golló Balázs, nagy Andris, Székely Márton, ők hárman nagyon nagy segítséget és, és, támogatást adtak nekem abba, hogy fejlődjek, és hogy bizonyos szempontból eljussak oda, ahol most tartok. És honnan jött ez a fajta sokszínűség? Azért ez egy nagyon-nagyon széles paletta, amivel foglalkozol. Tényleg a, a historikus hangszerek, de a pengetősök is, és a vonósok is, emellett ugye a kortárs vonós hangszerek. Ugye rám nagyon nagy hatással volt a, a, a historikus előadásmód. Aki ebbe otthon mozog, az egyből érti, hogy miért van ez. Aki nem, az talán egy picit furcsán néz erre. Nem is akarnám ezt itt elmagyarázni, hogy ez miért van így. Beszippantott ez a világ, és, és elkezdett vonzani kimondottan a, a, a régi a autentikus hangszer készítés. Mind vonós vonalon, mind pedig pengetős vonalon, kimondottan ugye a land készítés egy csodálatos világ, amit teljesen ismeretlenséggel bírt számomra, és volt egy olyan lehetőségem, hogy itt élt Alexander Hopkins, egy angol készítő úriember, akitől én ezt tudtam tanulni. Kezdeti lépéseket, nagyon nagy ö, szeretettel átadta nekem. És ez egy nagyon nagy lehetőség volt ugye akkoriban itt, hogy tényleg egy ö, más szemléletmódot tapasztaltam meg, mint ami itt uralkodott. Egy picit össze fűződni a kremonaiak által behozott szemléletmóddal, de ez egy mégis másabb, mert egy más fajta instrumentum, meg egy picit ugye még nyugatabbról érkező szellemi áramlatok, ha lehet így fogalmazni hozzátéve, hogy mindig fontosnak és, és megtartó erejűnek tartottam a gyökereket, amiből én indulok, tehát soha nem kívántam ezeket lesztornózni. Mind a régi mestereket, mindig ebbe a koridő kontextusba vizsgálva, hogy igenis abba az időben, amikor ők éltek, és ahogy meg tudták azokat a dolgokat alkotni itt akár nálunk, igenis értékelni kell. Azt, hogy most innen nézve az most milyen, ez egy másik dolog, de mindig mindenkit az adott korba a helyi értékén kell kezdeni, és ez nagyon fontos, mert azt az alkotói tevékenység, amit az elődök végeztek, így tudjuk méltó módon értékelni, beintegrálni a sajátunknak, és viszont ezt ami hiszek egy fejlődésbe, ami szakmailag is történik, így tudjuk beintegrálni. Amit mondtál, hogy, hogy másfajta szemléletet tapasztaltál meg Alexandertől vagy a Kremonából hazatért kollégáktól, mi ez a másfajta szemlélet? Valahogy úgy tudnám megfogalmazni, ezt kimondottan a landkészítőnél tudtam kellőképpen átélni. Ez mondjuk valószínű azzal is összefügg, hogy addigra, hát ugye akkor már azért nála 2003, 2004, 2005 környékén dolgoztam, azért akkor már voltam egy 5-6-7 éve a szakmába, tehát hogy elértem egy olyan fajta, ö, talán mondhatjuk már tudásszintet, amikor azon kívül, hogy ilyen skolisztikusan, hogy ez ekkora az olyan méret, azt így kell pontosan megcsinálni, tehát az, ezt az iskolázottságot az ember precízen igyekszik betartani, ami egy nagyon fontos alap, és enélkül nem, nem lehet, de hogy ennél jóval többről szól maga a hangszerkészítés. Tehát úgy tudok fogalmazni, hogy felszabadított abba az értelembe, hogy igenis szükség van egyfajta objektív tudásra, ami is nagyon fontos, hogy meglegyen, de ugyanúgy hozzá kell tennem a saját magam személyiségét. És ezt valahogy egyensúlyba fontos behelyezni. Ez arról szól, hogy van a mesterség meg a művészet, és ez egy összetartozó fogalom nálunk? azt nem az én titulusom ugye eldönteni, hogy magát a hangszer készítést most művészetként, nem művészetként kezeljük, ezt mindenki döntse maga, nem is ez a lényeg, hogy most én itt kardoskodjak. Én annak vagyok a híve, vagy azt gondolom, az a kötelességem, meg bárki bármiben foglalkozik, azt gondolom, akkor lesz a helyén, hogy azt a rábízott tehetséget, ami benne van, ezt egy adott irányba tudja prezentálni, és azt a tevékenységet, amit csinál, azt a szakmaszabályai megfelelően a legmagasabb szinten végezze. Azaz, hogyha azt olyan magas szinten tudja űzni, hogy az már művészivé válik, mondjuk ki, akkor elérte technikailag azt a magas szintet. De ugye ez, hogyha nincs mögötte személyiség, akkor valahogy instabil. Uh -huh. A mai kor betegsége talán, ha szabad így, így kifejtenem egy picit, hogy a, 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 a személyiség mindent ural. Uh -huh. Az objektív, az az egy... Ez mind ö, matéria szinten, de mind spirituális szinten uh -huh. is ugyanígy uh -huh. megragadható. Tehát gyakorlatilag a szakmai tudásba beletett energiát azt már nem annyira érzékeljük, mindenki belülről akarja megvalósítani önmagát, van valami Abszolút. ilyesmi? Abszolút, tehát hogy igenis fontos az iskolát végigjárni. Tehát meg kell tanulni egyenesen gyalulni, és ha az nem egyenes, az nem jó. Uh -huh. Meg kell tanulni derékszövet gyalulni, meg kell tanulni egyenesen gyalulni. Én az első tíz évenben nem voltam hajlandó semmilyen gépet használni. Uh -huh. A rönköt is kézzel vágtam föl egy keretes fűrész, hogy igenis legyen meg az a manuális tudásom, amely a régieknek, mert így mondhatom azt, hogy tudom. Ha azt nem tudom, akkor miről beszélünk? És, és, ez, ez végtelenül fontos, mivel egy, egy kézműves tradícióról beszélünk, ahol a manualitás az, az, az emberi hozzáadott érték, amitől az lesz. Tehát berakom az entert, megnyomom a CNC gépbe, fantasztikus dolgok, az ja. is egyfajta alkotás természetesen, de mégis az az emberi. Uh -huh. És ez, ez nagyon fontos, hogy ez benne legyen, mert ettől lesz élő. Ettől jön ki az, amit a landkészítőtől megtanultam, az a fajta szabadság, az tükröződik az alkotásba. Az a szabadság, amit te beleteszel az alkotásba, magába a hangszerbe, ez visszatükröződik az előadó művészeken? Hogy fogalmazzak? Én nagyon remélem, hogy igen, mert valahol a fő tevékenység, amire így eljutottam egy pár, most már mondhatjuk, hogy évtizedes tapasztalat után, meg megélt fejlődési folyamat után, hogy... hogy Oké, okay, hogy hangszereket építek. Én magamat úgy szoktam apostrofálni, hogy hegedű és landkészítő. Hmm. Ugye a hegedű is egyfajta gyűjtő fogalom vonósokra vonatkozva, a lant az pedig szintén egy, mondta egy picit gyűjtő hmm. számít. De hogy igazából a hangszer építés az csak egy, egy, egyfajta kelléke annak a sokkal nagyobb dolognak, ami alá én szeretném magam betenni, vagy Remélem, hogy ez sikerül, mert ez a szándékom, hogy inkább lelkeket építsek. Tehát a munkáimmal én inkább a, az embereket szeretném építeni. Úgy tudok fogalmazni, hogy valahogy én csak egy drót szeretnék lenni, és rajtam keresztül menjen az áram, ugye aztán ami meggyújtja az égőt a, a, a végén. Tehát valami ilyesmi közvetítő szerepet gondolok azáltal, hogy én hangszereket építek. Ez egy jó gondolat, már csak azért is, hiszen ott van a hegedűben a lélek, aminek éppen, hogy közvetítő szerepe van, de ott van a készítő saját lelke, a hangszer lelke, és aztán ott van a muzsikus lelke. Ez egy nagyon jó gondolat. Az utóbbi időben nekem egyre kevesebb időm van a saját műhelyemben, és egyre kevesebb időm van arra, hogy a kollégákkal találkozzam. Viszont amikor néha össze tudunk jönni, akár egy-egy hangszerkiállítás alkalmával és beszélgetünk, akkor én az utóbbi időben különösen azt érzem, hogy, hogy van egy nagyon szép összetartás köztetek, hegedűkészítők között, annak ellenére, hogy én néhány évtizeddel korábban sokkal több ellentétet érzékeltem, és egymás mellett elhaladást, egymás mellett elmenést. Te ezt hogy tapasztalod? Bizonyos törésvonalak most is megvannak a szakmán belül, ez tagadhatatlan, de az egy hatalmas érték, hogy vagyunk viszont egy kis tömb, akik kellő Tisztelettel és megbecsüléssel tudunk egymás felé viszonyulni. Érdekesség, hogy, hogy ö, egyfajta szakmai minőség is, hogy mondjam, kiváltsága, vagy csoportosulásnak fogalmazzunk uh -huh. így, ami egy íratlan szabály valahogy, hogy tisztességgel, normálisan végezzük a munkánkat, uh -huh. egy folyamatos fejlődésre törekedve, és kölcsönösen segítve egymást. Ez uh -huh. egy nagyon fontos attitúd. Egymás örömének örülünk uh -huh. egymást, akármitől, ha költözik. Tehát egy abszolút hétköznapi dolgokban is segítségére vagyunk egymásnak, hogy, hogy ez egy akkora érték, tudjuk, közsel, hogy a közösség megtartó ereje de ezt tényleg át tudjuk élni, és meg tudjuk élni, és próbáljuk őrizni ezt egymást közt nagyon ezt az értéket. Akár egy közös pálinka főzés, akár egy közös bográcsozás, akár közös lakfőzés, különböző szakmai beszélgetések, kísérletek. Ezt kipróbáltuk, az nekem nem jött be. Tehát van egy ilyen folyamatos fejlődés, folyamatos kísérletező állapot. Bőven van mit tanulunk, de mégis büszkék vagyunk arra, amit azért elértünk. Ez is egy fontos dolog. Ez nem azt jelenti, hogy hú, hát most mi vagyunk a nem tudom én mi, de nincs szégyenkezni való okunk, mert igenis akár a világviszonylatban is elhelyezzük magunkat, egy nagyon jó helyen tudunk szerepelni. Akkor jól látom, tehát hogy egy, ennek a közösségnek az összetartó ereje egyrészt a szakmai minőség és annak egymás iránti elismerése, Másik meg az emberi minőség. hát lehet, talán így fogalmazni. Én úgy szoktam mondani, hogy hogy egy egy szakmai minőség az nagyon fontos, de sokkal fontosabb ennél az emberi minőség. Mm -hmm mert mert valahogy nem a szakmaiságtól leszek emberibb, uh -huh. az csak az emberiségem egyik attitűdje, uh -huh. Uh -huh. hanem valahogy az emberiségemet kell valahogy úgy, úgy megfelelő módon kezelnem. És akkor tud jól működni egy kapcsolat. Uh -huh. Akár két készítő, három, négy, öt, hat, azt gondolom, túl nagy be nem lehet ezt, mert nem tud személyessé válni, tehát nem lehet ezt végletekig ö, fölpumpálni, mert akkor elmúlik, el, eltűnik az az intimitás, ami az erőt tudja adni, mert nem tud akkor már személyes lenni. Hát ez gyakorlatilag egy ilyen családi léptéke, családi közösség mintájára szerveződik. És azt gondolom, hogy ez, ez hihetetlen fontos a mi szakmánkban, mert azért ez egy magányos alkotói folyamat. Tehát, hogy az ember egyedül van igenis a műhelyében, vagy le, lehet, hogy van egy segédje, vagy, de, de hogy, hogy mindenféleképpen egy ilyen, egy ilyen magányos dolog, és hogyha az nem párosul azzal, hogy találkozom a másikkal, és beszélgetünk, és, és Abszolút, ugye mondhatnánk, hogy, hogy a visszajelzésekre mindenkinek szüksége mm. van. Ugye a közösség egyrészt egy fajta visszacsatolás is, tehát visszajelzések, a zenészek részéről is természetesen mm. egyik legfontosabb visszajelzés, abszolút, de hogy, hogy önmagában egy egészséges értékelést tudjunk magunkba fölállítani, tehát ne túlzott önbizalom, te se túlzott önbizalom hiány, uh -huh. ugye, ami mindig egy gyökérről fakad, hanem hogy tényleg egy, egy normális helyértéken tudjuk magunkat kezelni mind szakmailag, és az az érdekes, hogy bizonyos szempontból a szakmai visszajelzések emberileg is tudnak helyretenni minket. Uh -huh. Csak ezt ugye észre kell venni, erre nyitottnak kell lenni, és, és, igenis, ha arról van szó, egymásnak meg tudunk mondani olyan dolgokat, amik, amik esetleg nem van kellemesek a másiknak, de tök jó, hát tudjuk ezeket hidalni, és tudjuk a, a, egymás, hát itt is az egymás építését szem előtt tartani. Ebben benne van a folyamatos tanulás is, nem? Hát abszolút, mert hát most, hogy megtanul az ember akár informálisan egy új dolgot, akkor az gyakorlatban hogy tudja betenni, vagy csak egy újfajta intuíciót próbál be, behozni, ez mind ki kell, hogy forja magát, igen, ezt nem lehet jobban kifejezni, ez egyfajta tanulás, de valami mégis ennél több, vagy nem, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Igen, valami ilyesminek lett. De Mert én azt láttam az idős mestereken is, hogy, hogy akár hány éves volt, végtelenül érdeklődő és kíváncsi volt a, a, saját szakmája iránt. Mindig tudtak újat tanulni. Hát ez abszolút így van. Hát akit egyszer elkap a gépszí, fogalmazzunk így, vagy megcsap a, mozdony füstje, ugye még ezt szokták mondani, az egy folyamatos fejlődés. Tehát, hogy igenis szeretné még jobban, még jobban csinálni, és hogy ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen perfekcionizmus, hogy most én vagyok a legjobb, tehát egy ilyen beteg még. valami, mert, mert akkor az érződik, és előbb-utóbb kipukkan a lufi. Uh -huh. Hanem egy ilyen egészséges emberi kíváncsiság, egy egészséges, úgy tudom fogalmazni, hogy mindig nemesebbre való törekvés az emberből belülről valahogy. És, és ez minden ember dolga valahol. Hmm. Akár egy pénztáros, akár egy utcaseprő, most nem mintha csak így ugye milyen végleteket akarok, Igen. vagy akár egy mérn, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy azt, amit csinál, azt úgy csinálja, hogy, hogy abban egyrészt teljesen benne van, és, és, valahogy az a legbelső késztetés, hogy, hogy a, a, a ne, nemességet hozza hmm. felszíre magával, nem tudom jobban kifejezni. És ezt át tudod adni a fiatalabbaknak? Hát, ö, hogy fogalmazzak? Ugye ezzel most így megpróbálom megfogalmazni, ezek nem mindig ilyen tudatos uh -huh. dolgok, de az, én azt vallom, hogy igenis, ahogy gondolkozol, az igenis hat a, a cselekedeteidre. Ö, meg a cselekedet is sokszor a gondolkodásra, uh -huh. mert szembesít azzal, hogy a cselekedet nem mindig passzol azzal, amit gondolsz, uh -huh. és akkor valahogy diszonancia keletkezik uh -huh. és próbálsz korrigálni. Uh -huh. ö, hát volt ugye már több, több tanulóm is, és ö, ö, szakmailag ö, próbáltam nekik átadni dolgokat. Más útra kerültek, aztán van, aki aztán visszatérő lett, de, de valahol a tanuló nevelésben is egy nagyon érdekes tapasztalásra tettem szert, hogy akkor, hogy próbálom átadni a szakma szeretetét, ezt a lendületet, azt az elánt, amivel én ebbe vagyok, mert hát ugye ez egy életform, ezt uh -huh. nem lehet másként. És nem mindenki alkalmas erre, és ezzel nincs önmagába probléma, de mégis akármilyen emberrel kapcsolatba kerülök, én ugye a hangszerkészítés által tudok kapcsolatba kerülni a, a világgal, fogalmazunk így. Ott is nekem, annak az adott embernek az építése a, a célom. Hmm. És, és a tanulós srácok által olyan érdekes visszajelzéseket kapok, hogy, hogy olyan építő folyamatokat tudtam bennük elindítani, vagy, vagy amit én hiszem, hogy ezt nem én integrálom bennük, én csak valami kis gyutacs akarok lenni, ami ezt aztán indítja tovább bennük. Ami egy nagyon nagy dolog, hogy ilyen visszajelzést kap az ember. Hát uh... Köszönjük, hogy ezt hallhattuk, hogy nem te vagy az egyetlen a hangszerészek között, csak te fogalmaztad most meg, hogy nem csak hangszereket építünk, hanem embereket építünk. Köszönjük neked. Én köszönöm a lehetőséget.